A Panna Csajok stb. Mai adásának vendégei Dombovári Vanda és barátnője dr. Zahorán Ágnes. Szerbusztok! Igen, kedvesen konferálni. Azt mond, nagyon kedvesen, tehát elmondtam, hogy kik vagytok. Gyermekhangon. Gyermekhangon, hát ez van. Ez dobta a gép. De, hát hogy tényleg mindig ide szerettél volna így, ide vágytál hozzám? Tényleg? De jó esik, csak... Igen, dobtam a szívecskéket is, hogy ez milyen menő, hogy Panna Csajok stb. Már a cím is, és hogy egyszer majd így velem is készít valaki, leginkább van egy ilyen jó mély interjút, erre itt vagyok. Sőt, hoztam magammal, mint az okos lány a mesében ajándékot is. Igen. Most Ágival nem vagytok olyan régóta barátok. Igen, de amennyire nem hittem abban, hogy felnőtt korban még szárba szökhet egy ilyen igaz mély barátság, megcáfolta Ági barátsága, mert hogy egy... és igazából a második munkahelyem életemben, mert mint mindenben nagyon lojális voltam, és több évtizeden át voltam képes egy helyen dolgozni, az RTL Klubnál. Így utána egy nagy éles váltással elkerültem egy egészen más szférába, és ott valahogy egymásra néztünk, és jóban lettünk. Pedig tűz és a víz. Tehát így a barátság első látásra típusú de dolog volt? Igen, ezt így még nem hallottam, de valóban hát erről. Nekem elsősorban az jutott eszembe Vandáról annak idején, hogy végtelenül tiszteltem. Tehát, hogy a média múltja az számomra példaértékű, ez ilyen nagy szónak hangzik, de amit a leginkább tiszteltem benne az, hogy egyedülálló anyaként milyen szinten, milyen odaadással, milyen óriási szeretettel nevelte ott a gyerekét, amit én láttam, és amellett a Gyulai Várfürdőbe ismerkedtünk meg egy 2017-ben. Tényleg. És hogy... tehát, hogy amit én láttam napközben, hogy Gergőt behozta, hétvégén is ott voltak, de közben Vanda dolgozott, és mindezt egyedül és pörögve, és óriási nagy szeretettel. Én ezt az oldalát ismertem meg, és mindig is nagyon tiszteltem azokat az anyukákat, akik ezt ilyen szinten tudják csinálni. És látjátok, nincs késő a szerelemhez, nincs késő a barátsághoz. Közel 50 éves vagyok, lassan azon gondolkozhatom, hogy melyik nyugdíj alapba fektessek, de és akkor egyszerűen egy ilyen barátság nem, az életem. Nem, már ne úgy, hogy ezt mondom, de már nem gondolkodhatsz ezen sokáig, mert én is elmentem, azt hiszem voltam 54, bementem a bankba, mert sohasem késő, és akkor azt mondták, hogy ez az utolsó év, és mondtam, de mi? Ez komoly? Hát, igen. Hú, sietni kell. Hát, azért mondom. Okay. Mondjuk, mikor hitelt vettünk fel, akkor szerintem már 30 év fölöttiek voltunk a férjemmel, és mondták, hogy ez már kockázatos éveknek számítanak, úgyhogy ott, tehát nem menjünk ilyen sokáig, hogy 50 év, tehát 30 fölött már problémák vannak. Nagyon köszönöm, hogy picit az impostor szindrómáról akarok megkérdezni, mert hogy szerintem mindkettőnkben van, vagy egyáltalán azokban, akik nem definiálhatók úgy, mint egy reumatológus, meg egy ehhez kell visszatérnem, hogy ez ad valamiféle egy ilyen stabilitást, meg biztonságot. Igen. És az, amit mi csinálunk, az meg olyan megfoghatatlan, vagy olyan illékony, vagy nem is tudom. Az. Hogy még mit lehetne hozzátenni ehhez, de hogy emiatt az ember így azt érzi, hogy igen, sok mindent tudok, sok mindent csináltam, sok mindenhez értek, de igazából mi az? Tudod, mi van, Panna, hogy az érdekes, elbizakodottság nélkül talán mondhatom, hogy ahogy te is, egyszer egy barátnőddel beszélgettél egy buliban, írsz, még nem írtam, soha válaszoltad. De próbáld meg, és sikerült. És 3 hét alatt letettél egy könyvet. Na most ez ösztön. Tehát, hogyha az ember egy picit is bízik magában, és ki tud tanulni egy új szakmát, lásd marketing, ami meg valljuk be, kreativitás, gyors asszociációs készség, Ágika utalt rá, tehát egy csomó olyanból összetevődik. A másik, hogyha ennyire szeretjük az embereket, azt nem lehet, tehát annak az akkor ajándék, az biztos, hogy mindig jön valami lehetőség. Márpedig látod, mindig jön. Mind a te, mind az én életemben. És még egy valamiben hiszek, botor módon. Igen, de ezek egymásra épülő igen, dolgok. Az tehát igaz. Ha mondjuk 20 évvel ezelőtt arra kér, hogy írjak egy könyvet, valószínűleg nem tudtam volna. Vagy mondjuk még nem 25. Volt miből. De igen. Igen. Meg a ti világotok sokkal változékonyabb, változóbb. Így. Tehát, hogy a megítélés, a mondjuk ezt el tudom mondani az orvoslásra is, hogy azért régen, amilyen szinten tisztelték az orvos az már nincs. Társadalmat, az vagy mondjuk a színész nincs. Társadalmat sincs. De hogy, ezek évtizedek alatt alakult így, a ti világotok viszont, hát a média világa szerintem naponta változik. Tehát, hogy mi az, ami elfogadott, mi az, ami nem, mi az, ami éppen
Hát trendi. Igen, a felület, tehát azt hiszem, hogy az internet megjelenésével a felületek rettetesen változtak, hogy mi kerül előtérbe, és mi a fontos. És valójában ez a fontos, hogy tudsz hosszan beszélgetni valakivel, nem 6 percben tudom. Talán. Amikor 6 percben beszéltem, az is jó volt. Nagyon jó, de... Ma már borzasztó lenne 6 percig beszélni. Ugye. De ezt tudod, én ezt úgy szoktam mondani, hogy én megértem már ennyi idős koromban a közszolgálatiságra, ahol mondjuk úgy, hogy lehet egy óráig beszélni, vagy pedig mélyebben beleásni dolgokat.